lett belőle. Következő felszólalom Tibi, és hallgassátok. Sziasztok! Én 2 éve voltam itt utoljára, hogy kicsit nosztalgiát érzek magamban. Én a miniszter urat csak egyszerűen leviktorozom, mert eléggé régen ismerem őt, meg egy kicsit idősebb is vagyok nála. És hogyha neki jól esett 89-től 2012-ig, hogy támogattam, meg az, hogy addig viktoroztuk, akkor, és az eléggé támasztotta őt, akkor legyen most is jó ez a Viktor megnevezés, amikor egy kicsit szidom őt. Mert nem vagyok vele megelégedve, mert nem azt csinálja, amit ígér. 2010-ben, amikor beemelték vissza a hatalomba, akkor teljesen másról szólt ez a történet. És ugye minket teljesen elkaszáltak. Nagyon felhívom a figyelmét, én Judittal teljesen egyetértek, hogy a migráns helyzethez teljesen jól áll. De muszáj. Nem muszáj. Nem muszáj. Másik tüntetés, nem muszáj megemlíteni. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az egész kérdés arról szól, hogy a lakosságot le akarják cserélni Európában, és főleg Magyarországon. Magyarországra ez nyomatékosan igaz. Azon kívül, itt jön a mi problémánk be a kérdésbe, hogy nem oldották meg a kérdést, hanem ki akarnak pakolni minket az utcára. Nagyon felhívom a Viktor figyelmét arra, hogyha nem figyel oda a belpolitikai feszültségekre, és ezt megengedi, hogy minket kirakjanak az utcára, ha nem is most ősszel, mert már nagyon rövid az idő, hogy a téli moratórium életbe lépjen, hanem tavasszal, amikor egy nagyságrenddel nagyobb migráns probléma lesz, és nem megoldható lesz. Nem lehet megvédeni majd az országot, legalábbis Magyarország egyedül nem fogja tudni megoldani. Akkor itt, én nem szoktam vérről beszélni, eddig meg sem említettem, tuti, hogy balhé lesz, és vér fog folyni. Gondoljatok bele! Kikerül több száz ember az utcára, gyerekek nélkül, mert a gyámügy elvette. Fizetés nélkül, mert olyan szarul oldottátok meg azt a kérdést, hogy nem elég, hogy a lakást elveszik, a fizetést is levonják. Enni nem tud. És akkor ott az a sok tetű, aki bejön, akit mikráksnak neveznek, ugye egy részük az, tudjuk, hogy kicsoda, és akkor a pizzahegyekkel, a milliós mindenféle kütyüvel a kezükbe, ott fognak villogni, és ezeknek meg zabálni való nem lesz, és kiütik a kezükből a kaját, amikor kérni próbálnak enni. Mert ez is előfordult, hogy a csöves odament, mert ezek belerugdaltak a kajába, és nem adtak a csövesnek enni. Nem adták oda, az meg taposhatott rajta. Na mi lesz? Milyen országban élünk? Mi lesz ebből? Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljen oda a Viktor erre, mert ebből nagyon nagy cirkusz lesz, ha az így megy tovább. Hát csak egyet szerettem volna.